A videóton a fantasztikus bravúrt mutatott be az Európa Liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján. Paulo Souza együttese, Filipe Oliveira, valamint a duplázó Nikolis Nemanya góljaival 3-0-ra nyert a Gent otthonában, így belga riválisát kettős győzelemmel 4 0 ás összesítéssel búcsúztatta. Az Európa Liga playoff körében, vagyis a csoportkörbe jutásért zajló párharcok során a videótonra egy nagyon kemény ellenfél vár. A mai sorsoláson a török Trabzon Sport sodorta a vidi útjába Fortuna. A Trabzon a legutóbbi török bajnokságban a harmadik helyen végzett, vagyis egy kimondottan erős együttesről van szó. Az egykori török szövetségi kapitány Szenyol Günes által irányított gárda adta a legutóbbi szezonban a török bajnokság mester lövészét, azonban a vidid védőinek már nem kell tartaniuk Burák Hilmasztól, a legutóbbi szezonban 33 gólt lövő csatárt leigazolta a Galatasaray. A Trabzon így is hemzseg a klasszisoktól, elég csak megemlítenünk az elefántcsontparti válogatott két kitűnő játékosát, a védő Szulajman Bambát, illetve a rendkívül rutinos Didier Zokorát. Rajtuk kívül még Brazil, Argentin, Német, Szlovák és Lengyel labdarúgók is szerepelnek a Trabzonban, melynek vezéregyénisége a török válogatottal hírnevet szerző Halil Altintop. A videóton FC az első mérkőzést augusztus 23-án idegenben játsza majd, míg a visszavágóra egy héttel később kerül sor. Az Európa Liga play-offjában a Debrecen is érdekelt lesz, a magyar bajnoki címvédőnek a belga Brüsszel kell megküzdeni azért, hogy bejusson a csoportkörbe.